A Szeretett Antalfalvi Községi Egyesület szervezésében húsvéti jótékonysági vásárt tartottak Torontálvásárhelyen és Antalfalván. Nagypénteken sok színűséggel a húsvét jegyében várták az érdeklődőket a Torontálvásárhelyi piac téren. A mai bazárt 5 gyereknek tartsuk, ez a folytatása az online bazárunknak. És ezzel végződik, ezután menjünk egy rövidebb pihenőre, ami alatt majd előkészítsük a következő periódusra gondolom a jótékonysági tárgyakat, amik beérkeztek. A tagok áldozatos munkájával előállított süteményeket, lakásdekorációkat, húsvéti díszeket és még sok minden mást jelképes összegért vásárolhatták meg. Hát amint azt mindenki azt hiszi, hogy egy ilyen, hogy mi csak kijövünk és kipakolunk. Ez egy hosszadalmas tervezés, ugye? Mi még új év után mindjárt eldöntöttük, ugye előre csináljuk a tervet, hogy mikor fogunk kipakolni, hogy az összhangban legyen. Mivel itt nálunk Torontálvásárhelyen sajnos nagyon kicsik most már a kirakodó piac, úgy döntöttünk, hogy nagypéntökre pakolunk ki mi is, mivel tavaly is nagyon jó visszhangja volt ennek a bazárnak. Úgyhogy hát ez úgy indul, ugye, hogy megszervezzük először a padokat, Aranka Kliment van, én az asszonyokat föltárcsázom a telefonon, hogy a kalácsokat, van már egy ilyen összejátszott kis társaság, aki minden alkalommal nagyon szívesen készít kalácsot, és ezen alkalommal nagyon meg is szeretném neki köszönni, hogy sohasem utasítottak még eddig vissza. Amint lássátok, a kalácson kívül van itt már a pattogatott kukorica is, kiflit is csináltunk egy páran, ugye fölkészültünk tényleg erre a nagypéntöki eseményre. Az mellett ugye mindig valami szimbolikus kis édességet szoktunk becsomagolni, úgy csináltuk karácsonyra a szarvasokat, cukorkával töltöttük, erre az alkalomra pedig nyuszikat pakoltunk. Tehát így becsomagoltuk, vannak közönséges cukorkákkal, és van Haribo cukorkával töltve. Az áruk szimbolikus, tehát 100 és 150 dinár ebbe. Ez csupa szeretettel van töltve, mivel ezt mink a saját kezünkkel, szabad időnkbe, úgy rá szántuk az időt, és ezt elkészítettük. És gondolom, hogy a nyuszi a legkeresettebb. Igen, ez már több mint 70-et eladtunk online. Ugye mi ezt megcsináltuk, az első csomag az darabok mindjárt föl is tettük internetre, ott rezerváció szintűn ment, és akkor el is küldtük már Kovacsica és Padina, már el is kapta a nyuszikat. Úgyhogy aztán még utána csináltunk még 50 darabot, amit mostan kihoztunk ide. Nagy az érdeklődés, ugye még 3-8-kor, ahogy ide jöttünk, már az első vevők jöttek is. Úgyhogy mire kipakoltunk mindent, mire megforultam, már kalács nem is volt. Úgyhogy én 25 doboz kalácsot hoztam ki, 4 fajta volt benne, meg utána érkezett még 10 vagy 15, nem tudom. Most várjuk Padinán, onnan a híres kapusznika fog érkezni, az édes káposztával töltött lángos. A Szeretett Egyesület tagjai hetente találkoznak, amikor is ajándéktárgyakat készítenek a különböző gyülekezeti alkalmakra, jótékonysági vásárok szervezésére. Nagyszombaton már Antalfalván tartották meg a jótékonysági vásárt. Tehát mi vagyunk most körülbelül 10-en, ugye ez a szám állandóan egy kicsikét variál, változik, nincs mindenkinek úgy szabad ideje, minden hónapban vagy minden ilyen kirakodó vásárra, ugye, mint ahogy például én mindig itt kell, hogy lögyek. Én tőlem ez elvárod, ugye? A többiek meg ki hogy bír. 2020. decemberre óta folyamatosan szerveznek jótékonysági online bazárokat is. Folyamatosan az online humanitárni bazár Obstine Kovacsica, azon az oldalon megtalálható, ugye, a mi kínálatunk, amit mindig más személyekért teszünk föl. Na mostan mögül említsem, hogy mi most leállunk egy 2-3 hétre, ami alatt majd mostan ugye előkészítsük a tárgyakat, és a következő online az, ha jól tudom, 3 fölnőtt személynek. Most először fölnőtt személyeknek lesz megorganizálva. Közös erővel a hétvégén megtartott Torontálvásárhely és Antalfalvi jótékonysági vásáron 58.930 dinárt gyűjtöttek össze.
Az ilyen jellegű kezdeményezéseket mindig széleskörű érdeklődés övezi, hiszen jót tenni jó. Vallják az egyesület tagja is, akik megélik az igét. Jót cselekszenek, így szolgálják rászoruló embertársaikat. Ez embereket csinál belőlünk jobbakat. Törekszünk a jóra. A szervezők köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek a jótékonysági vásár megszervezésében. Mindazok a segítők és emberek, akik a gyermekek, felnőttek gyógykezeléséhez szeretnének hozzájárulni, a pénzadományt befizethetik a folyószámlákra, valamint SMS-t is küldhetnek. Több helyen jótékonysági dobozokat helyeztek ki, ahol adományokat gyűjtenek.